Behozták a kukoricát a góréból, mire örvendetes zaj támadt úgy a magló, mind a hízó ludak közt. A ludak egyértelműen ezt kiáltották. Gigágá, gigágá, icarica, kukorica, most lesz csak jó világ. Igen ám, de a gazdasszony késett a kukoricával. Nem szórt belőle a maglóknak, és nem tömte meg a hízókat. És pedig miért? Azért, mert volt a gazdasszonynak egy Boriska nevű igen jó kislánya, aki nagyon szerette a pattogatott kukoricát, és édesanyja előbb őt akarta megetetni. Ez okból a tengerit megmorzsolta, rostába tette, a rostát a tűzre tartotta, jól megmegrázta. Nem sokára a kukorica szemek már úgy pattogtak, mintha egy-egy kis pisztoly durranna el. Ez alatt pedig várhattak a ludak. Ám de a ludak nagyon zokon vették, hogy Boriska hamarabb kap kukoricát, mint ők. A gúnár így szólt. Na már az mégsem járja, hogy mi adjuk a pompás, puha pejhet a gazdasszony vánkosaiba és dunnáiba, Boriska pedig semmit sem ad, mégis hamarabb kap kukoricát, mint mi. Eredj, te kis liba! Fordult a gúnár egy aprósághoz, és kérdezd meg a gazdasszonytól, mi dolog ez. A ludak mind rágágogtak. Eredj, kis liba, kérdezd meg! A libuska oda tipegett a gazdasszonyhoz, meghajtotta magát, és így szólt. Kezét csókolom, gazdasszony nénike, tiszteltetik a ludak, és azt kérdezik, mi dolog az, hogy mi adjuk a finom puha pejhet a vánkosba, Dunnába, Boriska pedig semmit sem ad, mégis Boriska kap hamarabb a kukoricából. A gazdasszony ezt felelte. Ez azért van, libuska, mert az én Boriska lányom igen jól viselte magát az iskolában. Mondd meg ezt a ludaknak. Igenis, gazdasszony nénike, megmondom, felelt a liba, és visszatipegett küldőihez. No hiszen, volt nagy méltatlankodás a gágogók közt, mikor a libácska elmondta az üzenetet. Mi is jól viseltük magunkat a ketrecben, kiabáltak át mérgesen a hízók. A gúnár megint így szólt. Már az mégiscsak sok, hogy Boriska hamarabb kapjon kukoricát, mint mi, holott Boriskának semmi hasznát nem veszik, míg mi ízletes lúdaprólékot adunk a riskásába. Eredj, ludam, fordult a gúnár egy fiatal lúdhoz, gágogd el a gazdasszonynak a mi panaszunkat. A lúd átment, és igen síralmasan kezdett gágogni. Jaj, jaj, kedves gazdasszonyka, nagyon szomorúak vagyunk mi ludak. Nem tudjuk, hogy mit vétettünk, hogy bár Boriskának semmi hasznát nem veszik, mi pedig ízletes lúd aprólékot adunk a riskásába, Boriska mégis hamarabb kapott pattogatott kukoricát, mint mi nyerset. Jaj, jaj, kedves gazdasszonyka. Ez azért van, mondotta a gazdasszony, mert Boriska ma nem piszkította be a ruháját. Mi sem piszkítottuk be a tollunkat, pedig a tavon úszkáltunk, kiabálták a magló ludak, mikor meghallották az üzenetet. A gúnár csőre pedig egészen kipirosodott a haragtól. Azt nem lehet tűrni, sziszegte, hogy Boriska hamarabb kapjon a kukoricából, mint mi, mikor mi adunk kitűnő friss lúdmájat a tisztelt társaság asztalára, Boriska pedig még egy vadkörtét sem. Úgy megcsípem mindjárt ezt a Boriskát, hogy csak úgy sivalkodik majd bele. A ludak közbeszóltak nagy gágogással. Csíp meg gúnár Boriskát, hadd sivalkodjék, úgy kell neki. A gúnár nagy harciasan oda is futott Boriskához, aki már javában majszolta a pattogatott kukoricát. Boriska nagyon megijedt, és édesanyjához simulva kiáltotta. Jaj, megcsíp a gúnár! Igenis, megcsíplek, sziszegte a gúnár. Ugyan már, miért csípnéd meg te gúnár Boriskát? Kérdezte a gazdasszony. Azért, mert eleszi előlünk a kukoricát, míg mi adunk puha pejhet a vánkosba, lúdaprólékot a riskásába, friss libamájat a tisztelt társaság asztalára, ő pedig semmit sem ad. Én ezért úgy megcsípem, hogy majd sivalkodik. A gazdasszony így felelt. Ne bántsd gúnár Boriskát, jó kis lány az. Majd meglátod,
Mindjárt kukoricát fog szórni a maglóknak, és nekem meg segíteni fog a tömésben. A Gunnar erre mindjárt másképp beszélt. Igen, hát Boriska kukoricát fog szórni és segíteni a tömésben? Kérdezte. Akkor persze a világért sem csípem meg, hanem bocsánatot kérek a gorombaságomért, és ajánlom magamat. Az már más, mondották a ludak, amikor a Gunnar elmondotta a fordulatot. Ha Boriska ezt fogja tenni, akkor ne csíp meg Gunnar Budapest városáért sem. A jó Boriska csak ugyan mindjárt annyi kukoricát szórt a magloknak, amennyi csak beléjük fért, friss vizet is vitt fürgén édesanyjának a töméshez, megsimogatta a fiatal libusok hosszú nyakát, meg is csókolgatta a csőrüket. A ludak pedig kikiáltották, icca, icca, kukorica kis gazdasszonynak.